Sziasztok, Dávid vagyok, és itt mellettem ül társam, Lili. A mai napon a Szabadlábon című könyvről fogunk beszélgetni, Mészöly Ágnes írta. Egy mozgássérült fiúról szól, az elején a családi történetet mutatja be. Aztán elszökik otthonról, mert az apja ráír Facebookon, és kiderül, hogy ugye minden hazugság, amit az anyja mondott neki, vesz egy repülőjegyet, és megy Londonba, Párizsba és Rómába. Szerintem ennyi elég. Én nagyon szerettem ezt a könyvet, tényleg érdekes volt, mert nem arról szól, nem ez a tipikus olyan volt, hogy jaj, van egy lány, gimibe jár, nyomi, nem tudom, összejön egy a szerelmével, és a végén jaj, minden boldog. Egészen megváltoztatja a véleményt a mozgássérültekről, mert nem úgy írja, hogy jaj, szegény, én nem tudok semmit se csinálni, hanem életre való. Tehát, hogy gitározni megy, azzal keresi a pénzt, egy csomó helyre eljut. 16 éves a gyerek, hát elég durva azért tényleg, hogy kerekesszékig kell elindult, de megértem. Ugye a gyerek tett egy olyan dolgot, hogy elszökött, amilyen körülmények voltak otthon, megértem, hogy elszökött, csak az apjától nem kellett volna menekülnie, mert végül is az apja elfogadta volna úgy, ahogy van. Mindenki menőnek tartotta és barátkoztak, vagy egy csomó barátja lett. Jó, csak ez az baj, hogy pont azért lettek a barátja, mert hogy egy olyan dolgot csinált, ami oké, hogy oka volt rá, de azért azért nem követném ezt a példát. Én vártam volna a folytatást, mert hogy nem az, hogy nem tetszett a vége, csak olyan kicsit olyan lezáratlan maradt, mert hogy megoldódtak a problémák, de nekem egy szerelmi szál az úgy nem fejeződött be, és az így nem nagyon tetszett, szóval hogy annak ott azt is le kellett volna zárni, viszont ha lesz tovább része, akkor én azt, akkor semmi bajom vele, szóval akkor azt szeretném. Mert különleges volt. Különleges volt benne a kisrác, és olyan dolgokat csinált, amiket egy átlagos 16 éves nem csinál meg. Tisztára lehetett élni magadat, mert hogy megtaláltad magadat benne. 14 plusz. 14 plusz. Korhatár az nem nagyon ő. Szóval szerintem szóval annyi idősek, mint mi is el lehet olvasni, szóval nincsenek olyan részek benne, szóval nem kell félni attól, hogy jaj, most mi lesz benne, hogy 14 plusz, hanem szerintem nyugodtan megvehetik kisebbek is. Bárkinek, szóval... Igen. Jó, egy évesnek nem. Jó, nem, amúgy 10 és... 10. 10-től vagy 11. Nem, inkább 11-12-től. Köszönjük, hogy megint megnéztetek minketek, dobjatok egy lájkot, ha tetszett a videó. Sziasztok! Hello!